Kalisto Bieito, a világhírű spanyol operarendező az Operaház színpadán instruál. Pályája során számos európai dalszínházban alkotott már, több neves zenei intézményt, fesztivált is irányított, zenés színházzal 1996 óta foglalkozik. Most Prokofjev háború és béke című operáját rendezi Magyarországon, és nem viseli jól az erőszakot. Yo soy profundamente pacifista. No me gustan mucho los gritos, me aparto siempre de la violencia en las calles o lo que sea. Me asusta y por supuesto me produce inquietud. A Genfi Nagyszínházzal koprodukcióban létrejött előadást február 18-áig tűzi műsorára az opera. Viene de las diferentes lecturas en mi vida que he hecho de Guerra y Paz, las diferentes impresiones que tuve. No las recuerdo muy bien todas, pero bueno, la primera que me enamoré de Natasha. Az 59 éves rendező az ukrán-orosz háború miatt nem aktualizált vagy változtatott a rendezésén. Cambia lo que cambian las personas, los cantantes, lo que la energía es diferente, pero no del concepto nada, de la dramaturgia nada. El público es suficientemente inteligente el que quiere para hacer conexiones, tender puentes. Elmondása szerint a jelenlét szellemével vezeti végig a közönséget művein. Számos kortárs produkció mellett az opera repertoárjának egyik alapművét is jegyzi. Carmen rendezését tavaly láthatta először hazánkban a közönség. Míg az az előadás a Pireneusok csempészei közé repítette a nézőt, ez a rendezés a cári Oroszország díszleteiben játszódik. Egy szalomban a társadalmi elit tagjai kifordulnak önmagukból, mintha nem akarnák tudomásul venni, hogy a világ változik körülöttük. A szerző 1941-ben fogott a mű megírásához, amit 1946-ban mutattak be. Bieito, a Tolstoi regény szereplői segítségével a jelenünkről mondja el gondolatait. Para mí el arte es siempre interpretación o reinterpretación de algo anterior, siempre, siempre, y de tu tiempo. Gyereklelkű felnőttekből modellezi, belőlük vezeti le a történetet. A háborút, mint a változást szerepelteti, ami felborítja a mindennapokat. Es como una casa de muñecas. Y uno no quiere salir de allí, y uno inventa la guerra, incluso la necesita, y se produce un cambio. Y acaba en una nueva sociedad. Aquí pensaba pues en la guerra interior, la guerra exterior, la histeria que provoca pensar que hay una guerra, existe o no existe. Quedarme con la novela y con Prokofiev en el nivel más humano. A rendezés egyben a zene töredezettségét is visszatükrözi. Contraste, Prokofiev utiliza lo que es suyo íntimo, esa ruptura, esa cosa poderosa muchas veces en la música y algo pucciniano en momentos cuando está retratando algo que parece más sentimental, lo que provoca es un clash. Az előadás intenzitását a rendező és az énekesek különleges kölcsönhatása adja meg. Siempre les digo que un personaje no existe, que lo que existe son reacciones de una persona a diferentes situaciones. Y al final del proceso sabes cómo es tu personaje, no al principio. Porque al principio si describes un personaje le estás poniendo fronteras. Si dices ese personaje es sarcástico, es irónico, los objetivos no sirven para nada. Es el sentirlo y fluir.